estét. Géza bácsi, nem adná oda ezt a papírt, kérem Zsoltnak. Jól van, adja ide. De nagyon vigyázzon rá, mert fontos. Jó, jó. Köszönöm szépen, Géza bácsi. Nincs mit. Viszontlátás. Kérd sokan. Persze, persze, mert én vagyok a postás. Jó estét, Erika! Takarítunk, takarítunk. Mi más csinálni? Hát az ott mi? Az az enyém. Adja csak ide. Na nem kell ilyen gorombának lenni. Ugye maga nem iszik munka közben. Ha rajta kapják, így is csak egy hajszál hiány. Takarítás. Egy ilyet. Hamburgert? Uh-huh. Lenne. Küldeném a fiamnak és az unokámnak Budapestre névnapjuk alkalmából. Tetszik tudni? Mindkettőjüket Gézának hívják. Köszönjük szépen a jó kívánságot, hallgassuk együtt az Egy szál harangvirág című dalt. Egy szál harangvirág, ennyi csak, mit adhatok, és kívánok még nagyon sok boldog névnapot. Egy szál virág, nem nagy dolog. És kívánok még nagyon sok boldog a hamburger Géza bácsi. Sőt, nagyon. Köszönöm.
estét, Géza bácsi. Ha minden igaz, valami iratot hagyott nekem a Dóra. Jó estét, igazgató úr. Igen. Adom azonnal. Hát, biztos elkeveredett. Tudja, a sok papír között. Sok boldog névnapot, és kívánok még nagyon sok boldog.